Létszámcsökkentés, 70 fővel csökkenti létszámát a LEGO nyíregyházi gyára. A csoportos létszám leépítést főként adminisztratív munkakörökben szellemi munkát végzőket érint. Véget ért a szezon, felemás nyarat zártak a szabadtéri strandok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Egyesítik erőiket, két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és két Hajdú-Bihar megyei takarékszövetkezet egyesülése révén új pénzintézet jön létre november 1-én. Hetven fővel csökkenti létszámát a LEGO nyíregyházi gyára. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A cég tegnap jelentette be a csoportos létszámleépítést, amely főként adminisztratív munkakörökben szellemi munkát végzőket érint. A szervezeti átalakítás az egész LEGO-t érinti, mondta el Tóth Csaba, a nyíregyházi telephely HR igazgatója. Hozzátette, globálisan 1400 dolgozójától válhat meg a cégcsoport, ugyanis a LEGO féléves forgalma 5%-kal esett vissza a korábbi évekhez képest. A nyíregyházi telephelyen 2100-an dolgoznak. A gyár jellemzően bővíteni szokta foglalkoztatotti létszámát. A termelésben résztvevő munkaerőre rendszeresen szüksége van. A cégcsoportnál folyamatosan két számjegyű volt a növekedés, ehhez a dinamikus fejlődéshez és nyereséges működéshez építette fel szervezeti struktúráját a LEGO, amin most faragniuk kell. A gyár első éves forgalma 2017-ben 5%-kal esett vissza, így 70 fővel csökkenti létszámát a nyíregyházi telephelyen is. Október elejére tudom azt az időszakot tenni, azt a néhány napot, amikor azt a döntést meg tudjuk hozni, hogy milyen munkakörökben, milyen területen kik lesznek pontosan név szerint érintettek ebben a csoportos létszámcsökkentésben. Ezt követően ők természetesen kapnak erről információt a vezetőiktől, és egy hónapot követ, ezt követően egy hónappal fogjuk feltételezhetően kézbesíteni nekik, illetve átadni a rendes felmondást, amit követően a felmondási idejüket fogják majd tölteni. A mostani létszámcsökkentés ellenére a nyíregyházi gyár bővítése folytatódik, mondta el Tóth Csaba, a cég HR igazgatója. Mi továbbra is készülünk arra, hogy a stagnálást követően egy új növekedési pályára futtatjuk föl a gyárunkat is, mint ahogy a LEGO-t is. Ennek megfelelően már fölépítettünk egy új processing üzemet, ahol dekorálunk és összeszerelünk. Folyamatban van az építése egy harmadik automataraktárnak, és gyakorlatilag a terveknél tartunk, illetve már a kivitelezés elején tartunk annak a lépésnek, ahol gyakorlatilag egy sokkal nagyobb volument fogunk megvalósítani csomagolás, processing, raktári tevékenységekre vonatkozóan. Tehát továbbra is bővülünk, tehát az elkövetkezendő években ugyanúgy fogunk tudni növekedni. A bejelentett létszámcsökkentést hatékonysági intézkedésnek nevezte a gyár igazgatója, főként adminisztratív munkakörökben szellemi munkát végzőket érint. Felemás szezon zártak a szabadtéri strandok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Véget ért a 2017-es idény, szeptember 3-án bezártak a fürdők. Az idei nyáron meglehetősen sok volt a napsütéses és kimagaslóan meleg napok száma, így szívesen mentek strandra Nyíregyházán és a megye más fürdőhelyein is. A látogatók között pedig emelkedett a külföldi turisták száma. A medencében már csak a hűvös víz áll, vasárnap ugyanis bezárt a sóstói strand szabadtéri részlege. Az idei nyár a sok éves átlaghoz képest 1,7 fokkal volt melegebb, és három alkalommal hőségriadót is fújtak, ezért a legforróbb napokat az emberek igyekeztek különböző vízpartokon hűsölve eltölteni. A sóstói park és tófürdőn is megdőlt a tavalyi létszámrekord. Idén már 225 000 embert tudtak fogadni, 10 000-rel többet, mint tavaly ilyenkor. A látogatók 50%-a még mindig belföldi vendég, azonban egyre több a szlovák, a lengyel és a román turista is. Ez a létszámnövekedés a több éves, várossal közösen kialakított célzott marketingnek köszönhető, mondta el a gyógyfürdők igazgatója Podlovics Roland. Tulajdonképpen Nyíregyháza volt, hogy több
500 000-es rendezvényen Romániában vendég egy ilyen közel 200 000 fővel fős rendezvényen, ahol bemutattuk a turisztikai attrakcióinkat. Kolozsvári Magyar Napokon voltunk a korábbi, tehát ott is érződik ez a munka. Nyilván ez egy állandó munkát jelent a marketing területén. Én bízom benne, hogy most, hogyha a 4 csillagos szálloda megépül itt mellettünk, akkor az még egy plusz turisztikai szempontból egy plusz marketing erőt fog számunkra biztosítani. Ami azt is jelenti, hogy több vendég akár hosszabb ideig nyaralhat, az igazgató elmondta, az új 4 csillagos élményfürdővel összekötött szálloda jövő nyárra készül el. A mátészalkai strand sem panaszkodhat az idei nyárra. A statisztikák szerint 8%-kal több volt a fürdőző, mint tavaly. Ez számos fejlesztésnek is köszönhető, úgy mint a nemrég átadott 500 köbméteres gyógyvizes medencének, a füvesítésnek, térkövezésnek, valamint a kabinsorok felújításának. A különböző akciók is hozzájárultak a strand sikeres szezonzárásához. Ebbé jegycsomagunk is volt, mert délután minden nap, amikor foci meccsek voltak, 17 órától este 23 óráig lehettek bent a vendégek 1000 forintért, melyben benne foglaltatott az árban egy akár sör vagy üdítő választható volt, illetve a kültéri medencéket használhatták ezen időn belül a vendégek. Télen sem kell mellőzni a fürdőzést, hiszen a legtöbb gyógyfürdőben a fedett medencék és wellness szolgáltatások várják a vendégeket megyeszerte. Két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és két Hajdú-Bihar megyei takarékszövetkezet egyesülése révén új pénzintézet jön létre november 1-én. A cél a versenyképesség javítása, a termékskála egységesítése és az ügyfelek hatékonyabb kiszolgálása. Az egyesülésről szóló szerződést ma írták alá Nyíregyházán. Az országban működő 51 takarékszövetkezet egyesüléséből a tervek szerint az év végére 12 regionális központú takarék jön létre. Egyikük a tiszántúli takarék lesz, amely a Hajdú, a Fűnix, a Kelet és Szabolcs takarék fúziója révén november 1-én kezdi el működését. Az erről szóló megállapodást ma írták alá Nyíregyházán az érintett pénzintézetek vezetői. Az integrációs stratégia megalkotásakor átnéztük azokat a lehetőségeinket, mint kisebb szervezetek, hogy tudjuk a mai kor kihívásainak megfelelni, és az integrációs stratégiában úgy éreztük, hogy ez egy tőkeegyesítéssel tudjuk ezt felmenni, ezt a versenyt. A 4 takarék, ez itt a két megyében már évek óta szoros kapcsolatban és barátságban áll egymással, és a két megye együttműködése évszázadosan jó múltra tekinthet vissza. Amikor ez a stratégia megalkotásra került, ugye lejöttünk közösen a vezetőkkel, és áttekintettük, hogy mi az együttműködésünket tudjuk-e a jövőben eredményben megmutatni, és arra jutottunk, hogy ez a tőkeerős és nagy takarékszövetkezet csak eredményességre van utalva, és szép jövőre. A sajtótájékoztatón kiemelték, hogy a takarékszövetkezetekre jellemző társadalmi beágyazottság és ügyfélismeret a jövőben is kiemelt szerepet kap a pénzintézet működésében. Egy vezérel bennünket, az ügyfél az első, ennek szellemében szeretnénk dolgozni. Az Egyesülő Takarékszövetkezetek 131 fiókjában fogjuk kiszolgálni a két megyében lévő ügyfeleinket. Azzal számolunk, hogy a szolgáltatási színvonal emelkedik, a nyújtott termékek köre kiszélesedik, és megfelelő paraméterekkel rendelkezik, hogy a piacon megállja a helyét. És egy költségtakarékosabb működési módra állunk át, mert nem 4 takarékszövetkezeti központ lesz, hanem 1. Ez mindenképpen ebbe az irányba megy. A november 1-től működő új pénzintézet 154 milliárd forintos mérleg főösszegével a legnagyobbnak számít a létrejövő 12 regionális takarékszövetkezet között. A két megyében közel 100 000 lakossági ügyfélnek, több mint 20 000 vállalkozásnak és mintegy 100 önkormányzatnak nyújtanak majd szolgáltatásokat. Bezáratott egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vágóhidat a Nébih. A hivatal ellenőrzése során olyan súlyos élelmiszerbiztonsági hibákat találtak, amelyek miatt azonnali hatállyal felfüggesztették a húsfeldolgozó működését. A hatóság további 24 tonna jelöletlen terméket vont ki a forgalomból, 100 tonna selejtnek címkézett árut pedig jelenleg is vizsgálnak.
Múlt héten csütörtökön készültek ezek a felvételek. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kiemelt ügyek igazgatóságának szakemberei vizsgálódtak az egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vágóhidon. Az ellenőrök a helyszínen olyan súlyos, nem mindennapi szabálysértéseket tapasztaltak, hogy a bérvágással foglalkozó Baromfi feldolgozót rögtön bezárták. Az egyik ilyen rendkívülinek számító technológiai hiányosság volt például, hogy a fagyasztásra szánt termékeket több napig a folyosón tárolták. Ez nagyon kritikus élelmiszerbiztonsági szempontból, de nem ez volt az egyetlen hiányosság. A vágószalagnak a sebessége, illetve az ott dolgozók létszáma miatt a vágott testek a földre zuhantak, és a dolgozók szinte térdig derékig álltak a vágott Baromfiba, utána egyes dolgozók ezeket fölszedték és rekeszekbe rakták. Több helyen a padozat szennyezett volt, a gépeken állt a Baromfi testdarabok, húscafatok, illetve több helyen faraklapot is láttak az üzembe. Emiatt azonnali hatállyal felfüggesztették az egység működését, illetve ezen kívül még több 24 tonna jelöletlen, nem nyomon követhető részben felengedett terméket vontak ki a forgalomból. Ezen kívül a Vágóhidon, illetve egy másik telephelyen selejt felirattal további 100 tonna terméket találtak a fagyasztókamrákban. Ezeknek a vizsgálata jelenleg is tart. Az ellenőrzésben érintett két cég milliós nagyságrendű bírságra számíthat. Kannabisz ültetvényt számolt fel a rendőrség Nyírmeggyesen. A rendőrség hivatalos honlapján olvasható információk szerint a 26 éves gyanúsított egy családi ház speciálisan kialakított és felszerelt helységében és udvarán 70 tő indiai vadkendert gondozott. A Mátészalkai rendőrkapitányság bűnügyi osztálya kábítószer birtoklása büntet el követésének alapos gyanúja miatt folytat eljárást a férfi ellen, akit előállítását követően kihallgattak és bűnügyi őrizetbe vettek. Színes gasztronómiai program várja az érdeklődőket a Régi Magyarország Ízei Fesztiválon a Sóstói Múzeum faluban. A részletekről hamarosan szólunk, előtte viszont nézzük a híradó további témáit. 4 forduló után 7 ponttal a 7. helyen áll a megyei első osztályban a Mátészalkai futballcsapat. Az MMTK új edzővel és szinte teljesen kicserélt játékos kerettel kezdte a bajnokságot. A szalkaiak a következő fordulóban a pont nélküli Dombrád otthonában lépnek pályára. Színes gasztronómiai program várja az érdeklődőket a Régi Magyarország Ízei Fesztiválon a Sóstói Múzeum faluban. Tavaly közel 3000-en látogattak el a rendezvényre, idén pedig ismét megismerhetik a régi hazai és a megyénkben élő nemzetiségek ételeit a látogatók. Ebben az évben 23 csapat készít majd vasárnapi ebédet szeptember 10-én. Eredményesen működik a Sóstói Múzeumfalu idén is. Augusztus végéig már 1500-al magasabb volt a látogatószám az előző év hasonló időszakához képest, közölte Urik Attila alpolgármester. 2016-ban összesen 64 ezer vendéggel és 41 millió forint bevétellel számolt el a múzeum, ezt az összeget pedig már most közelíti a kulturális intézmény. Az egyik kiemelt körzet, illetve hát itt Sóston az egyik olyan elem, amely ugye kicsit jellegében más, mint az itt lévő állatpark és a fürdő. Itt a hagyományokra épülő, illetve a megyénk hagyományaira épülő építészet jelenik meg, ami legfőképpen a 18-19. Századi épületeknek a megjelenítését jelenti. Ez nagyon fontos, mert ebben benne van az egész népi kultúra, illetve itt ezen a 10 hektáros területen van még annak a nyoma, ami még nem pusztult el itt a megyénkben, vagy az egész országunkban. A Sóstói Múzeumfaluban számos programot szerveznek, az egyik ilyen a Régi Magyarország Ízei Gasztrofesztivál. Az intézmény feladata nem csak a hagyományápolás, hanem a hagyományteremtés is. Ezért idén második alkalommal újra várják az érdeklődőket az ízek kavalkádjára. Ebben az évben 24 csapat főz majd. Nem csak a hazai ételeket ismerhetik meg a látogatók, hanem a megyében élő nemzetekét is, közölte a Sóstói Múzeumfalu igazgatója. Én azt gondolom, hogy aki vasárnap ezt a programot választja, az biztosan nem fog csalódni, mert nagyon sokféle étellel találkozhat, de emellett az időt kellemesen eltöltheti, hiszen kulturális programot is kínálunk mellette, és a közönséget is szavazásra buzdítjuk. Szeretnénk majd a legízesebb ételt délután 4:30-kor az eredményét kihirdetni.
A látogatók így megkóstolhatják majd például az úzos lét, az aszalt szilvalevest és a kovászos kenyeret is. A vendégek bepillantást nyerhetnek majd az ételek készítésébe is. Például azokat a technikákat is megismerhetik, amelyeket a középkorban használtak az asszonyok sütés-főzés során. Négy forduló után 7 ponttal a 7. helyen áll a megyei első osztályban a Mátészalkai futballcsapat. Az MMTK új edzővel és szinte teljesen kicserélt játékos kerettel kezdte a bajnokságot. A szalkaiak a következő fordulóban a pont nélküli Dombrád otthonában lépnek majd pályára. Jelentős változásokon esett át a nyári szünetben a Mátészalkai futballcsapat. A legutóbbi szezont 4 edzőváltással a 12. helyen záró együttestől 16 futballista távozott, mindössze 4-en maradtak, így gyakorlatilag teljesen újjá kellett építeni a csapatot. A vezetőség a fiatalítás mellett döntött, támaszkodva saját utánpótlásukra. Leültem a szakosztály vezetésével, és abban állapodtunk meg, hogy fiatalokra építsük a új szezon csapatát, és én csak azt támogattam, előző bajnokságban U17-es és U19-es bajnokságban MB2-ben játszó csapataink voltak, hogy ezekből a fiatalokból próbálják a vázát, a gerincét, illetve a maradókra is számítva ennek a csapatnak a vázát és gerincét kialakítani. Ezzel meg is kezdődött a felkészülés, 11 játékos, új játékos érkezett hozzánk, a 4 maradók listájáról felkerült játékossal, illetve az U19-es csapatból 5 játékos csatlakozott a felnőtt kerethez. Így kezdtünk meg a felkészülést. Úgy gondolom, hogy ez a fiatal csapathoz kellett egy rutinos edző, aki a megyei bajnokságban már több csapatnál is megfordult. A csapat szakmai munkáját Opre Mihály irányítja. Az MMTK a nyitófordulóban 5-2-re verte a Rakamaszt, majd 3-3-as döntetlent játszott Nagyeseden. Aztán következett egy 5-0-ás vereség Mándokon, legutóbb pedig a Kótai ellen nyert 2-1-re a Szalka. Értékesnek értékelem a itthoni győzelmeket is, mert tulajdonképpen nem lehet mondani, hogy gyenge csapat van a 16 csapat közül, de azért fájó a Mándoki 5-0, mert nem volt a csapat közt annyi. Az első félidő Mándok nagyon jó futballozott, tehát lefutballozta bennünket, 2-0-ra vezettek, a második félidő meg a miénk volt. Tehát ha rugunk gólt, akkor lehet róla bármi. Így meg kaptunk egy gólt 3-0-nál, itt a 2 gól nem kellett volna, ez fájó egy kicsit. A nyáron érkező Barnusz Gergő szerint egy jó hangulatú, motivált csapat épül Mátészalkán. Nagyon jól érzem magam itt a csapatban, egy fiatal csapat vagyunk, úgy gondolom, legidősebb játékosunk ugye 27 éves, tehát ez valamikor a pályán hátulütőként is szolgálhat, hogy még nem vagyunk annyira rutinosak, de azt mondom, hogy hangulatában, illetve csapategységében mindenféleképpen úgy gondolom, hogy egy nagyon jó csapat, és igazából játéktudásban is azt kell, hogy mondjam, hogy technikailag majdnem, hogy mindenki nagyon jó, illetve taktikailag még van mit fejlődnünk, de ugyebár ez a korunkból is adódik. A Mátészalkai MTK 4 másik csapattal egyetemben eddig 7 pontot szerzett, és jelenleg a 7. helyen áll a tabellán. Opre Mihály együttese legközelebb, amíg pont nélküli Dombrád otthonában lép pályára. Híradónk végén pedig nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 70 fővel csökkenti létszámát a LEGO nyíregyházi gyára. A cég tegnap jelentette be a csoportos létszámleépítést, amely főként adminisztratív munkakörökben szellemi munkát végzőket érint. A szervezeti átalakítás az egész LEGO-t érinti, mondta el Tóth Csaba, a nyíregyházi telephely HR igazgatója. Hozzátette, globálisan 1400 dolgozójától válhat meg a cégcsoport, ugyanis a LEGO fél éves forgalma 5%-kal esett vissza a korábbi évekhez képest. Felemás szezon zártak a szabadtéri strandok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Véget ért a 2017-es idény, szeptember 3-án bezártak a fürdők. Az idei nyáron meglehetősen sok volt a napsütéses és kimagaslóan meleg napok száma, így szívesen mentek strandra Nyíregyházán és a megye más fürdőhelyein is. A látogatók között pedig emelkedett a külföldi turisták száma. 2 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és 2 Hajdú-Bihar megyei takarékszövetkezet egyesülése révén új pénzintézet jön létre november 1-én. A cél a versenyképesség javítása, a termékskála egységesítése és az ügyfelek hatékonyabb kiszolgálása. Az egyesülésről szóló szerződést ma írták alá Nyíregyházán.
Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 6-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Holnap változékony, hűvös időre lehet számítani. Nyugat felül egy hideg front éri el térségünket, amely csak lassan vonul át fölöttünk. Az előttünk álló éjszaka eleinte gyengébben, később erősebben felhős lesz az ég, és kisebb eső, zápor is előfordulhat. A délnyugati szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap eleinte erősen felhős lesz az ég, rövidebb napos időszakokkal, majd a délután második felétől csökken jelentősebben a felhőzet. Alkalmanként kisebb eső, zápor előfordulhat. A nyugati szél időnként megélénkül. Délutánra 20 fokig emelkedik a hőmérséklet. Meleg és hidegfronti hatás egyaránt érezhető térségünkben. A nap UVB sugárzásának erőssége 11 és 15 óra között is mérsékelt marad. A folytatásban általában minden nap várható több órás napsütés, de a főként délután kialakuló gomoly felhőkből elszórtan zápor, akár zivatar is előfordulhat. Ismét erősödik kissé a nappali felmelegedés.